Tessük a második része. Itt hagytuk ugye tegnap abba. Támadják elég durván a hajót. Ah, kis köcsö. Oj. I have a problem. Jön a következő. Küldjön nyugodtan, ráérek, bazdmeg. Hello, szép estéket kívánok! Az édesanyádat, gyere ide! Azt mondtam tegnap a streambe, csak nem voltál, csak szerintem basztam megírni. A izét akarom befejezni, a Star Wars-t. Az biztos, hogy fájt. You need to remove those boarding ships from the hangar doors. Van valami érdekes autó Forzába? Hát figyelj, ha fáradt, hogy amúgy is menjél, akar aludni. Majd bepótoljuk a izét, a Forzát. Miért nem aludtál? Ennyire nincsen új kocsi? Hát akkor ott rajtja meg a Forza. Péntekre mit beszéltünk? Mivel fogunk játszani? Jó van. Na, már elfelejtettem most a... szedem össze az izémet, a... gondolataimat. Ez a Force Unleashed második része is.
Szokás szerint. Ennyire nincsen új kocsi a Forzába. Azt figyelj! Azt láttam, valami kínai fasságot akarnak beletenni? Akkor én is azt láttam. Hát én megláttam, én elsírtam magam. Az jó, hogy tudott átugrani. Itt ott voltak azok a cuccok, és átugrott a Starkiller rajta. Na, és itt hogy az anyámba? És ez mi hajtja? Gyerünk, 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 gyerünk! Hát köcsökbe, most az köcsökbe intézzük.
Na hova megyünk? Az édesanyádat, hogy itt vagy mellettem. Bazeg. Jaj! Már megint te? Ezt nem szeretem átélni. Baszki. Mi történt? Hát tényleg itt pihenned kell, hogyha nem bírod megnyerni. Itt már tényleg világvége van. Ez már nagyon azt mutatja. Szétkapjuk. Az édesanyádat.
Biztos, hogy fáj. Ez az! Hú! Az édesanyáddal szórakozzál, kis köcsög! Hú! Nagyon beindultak itt a bástyáik, úgy érzem. Meg kell szökni a hajóról amúgy. Mit vannak a kimentő kabinok? De most mit lő amúgy? Azt nem vágom. Hát lófasz nem lőtt amúgy. Baszki, ilyenünk is van. Adjad neki, adjad neki! Baszki, nem bírom ezt a izét, nagy dagadékot.
Hát ez... De mi az anyámat lő vele amúgy? Az jó. Figyeld meg, hogy ezzel bele kell lőni a izébe. Odafigyelj. Hoppáré! Abásja, hogy megmondta. Ja nem lesz, a buzik szétlőtték. Akkor kúra anyukat. Mi van, gecik? Ujj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 
Direct hit! Gah! The main cannon is offline. We're dead in the water without it. See what you can do. Do I look like an engineer, General? You're gonna look like orbital debris if you don't get that gun back online. Just get up there and do what you can. I don't care if you have to fire that thing by hand. Hát ez kurva jó. Odafigyelje. Azt a kurva! Az komoly, get. Érted, aki Stark leírtad, lezedett egy izét csillagrombolót, ha megy már a faszomba. Komoly a pali. Érted a... kis metró.
Fúgy, hogy gyűlöm ezeket. Coolant droidek, vagy mi már tököm ezek? Na, Mizu! Quick time event van. Jaj, de nem szeretem én a quick time eventeket. Hát figyelj, így is lehet közlekedni. Milyen bolygóra megyünk te? Ezért Kaminót támadjuk! Azt a kurva! Dig. Az komoly, te. Megérkeztünk. I hope this is worth it. We've committed everything to this assault. She's worth it, General. This is bigger than you and Juno, boy. We're fighting a war. This is your war, General. I'm only here for one reason. Thank you.
Hello, hello, csacsá, szép estét! Most miért nem tudtam megnyerni? Ez durva banná. Ez a Starkiller gyerek nem ma kezdte. Átjárja őt az erő. Muszáj, muszáj testvérem, muszáj. Itt érezni kell a dolgokat. Ajajajajajaj. Ajajajaj. A kis köcsög, gyere már ide! Lehet, hogy még becumisztam. Hallok hangot, de honnan az anyámból? Így is le lehet szedni.
Hol adtad be az előbb? Valahol beadtad. Azért. Te most melyikről beszélsz? Bocs, közben nem nézem annyira a csatát, csak nagyon a sztorival el vagyok foglalva. De most tényleg Junót ide hozták, Boba Fett a Kaminóra hozta, meg Vader is itt van a Kaminón. Ez annyira egy értelmetlen logikátlan lépés. Mindig ez a szerelem, hát nem hiszem el, érted? Ebbe hal bele az ember, nézd meg. Starkiller, we're in the security center across from you. After we take out these Imperials, we'll deactivate the security screens in your sector. Az édesanyád. Kellett keménykedni, mi? Kellett neked keménykedni. Imperial snipers have us pinned down. Can you help us out? Megyek, testvérem! Hát nem látod, hogy segítek? Hú, baszki. Az a baj, annyira sok izét ad. Robotot, meg klónt, meg ilyen fasságokat. Ez jó lesz. Azonban inkább ezt a nagy fűt szedem ki elsőnek, és utána a többit. Mert ez így hozzáférni, baszki, azt a kurva.
Darth Vader! Kezdnek a gondok. General, that bombing run just took out the bridge. Is there another way around? Let me see what I can do. Ajajajajaj. Megy a harc. De annyira kevesen vannak, baszki. Na várjál, mert tudunk fejleszteni cuccost. Az fullon van. Akkor felfejlesztettük ezt. Legyen ezt fejlesztve. Baszki. Ez jó volt. Baszki, baszki, baszki. Oké. Egy meg lesz. De van még a másik kis köcsök. Anyádat lökd el. Hú! Well.
on, the bridge is out, General! Let me give you a hand. Having trouble, General? Just get over here. This isn't... Buzz back. ...as it looks. De a fasznak mozgatott a idióta, bazd meg! Na! A bazd meg elkezdte forgatni! Hát direkt, hogyha meg tovább nyomom a izét az ugrást, akkor meg bukó. Vader has her. There, at the top of the city. The main access ways to the central city are locked down. I don't know how we're going to get up there. I'll find a way, General. Megmondta öcsém, hogy találjon kiútot, akkor találjon kiútot, ennyi gec. Ennyi bazd meg. Negyvenötezer, 22500, 50000. Itt már mind a kettőt kékre tudjuk varázsolni, mind a kettőt pirosra, itt csak az egyik, aha. Itt vannak a színek, hogy miket lehet változtatni. Na. Tartunk egy rövid szünetet, és innen folytatjuk a cuccost. No para.
Chancellor, I know you want to find Juno, but we need your help. One Jedi could turn the tide of any war. I'm only here for Juno, General. Blasted! We need you in the front lines! The Imperials have regained control of the security centers. We're going to suffer heavy casualties. Nesze kis köcsög! A Grievous copy. Hát becsomagoltuk. Most erre nem lehet mit mondani. Ez biztos, hogy fájt. Kis köcsök bazeg. Ennyi, baby! Hozzá nem ugrok oda fel? Hát sehogy! Gyerünk, Junót meg kell menteni. Adjad neki, adjad neki!
Starkiller. I'm not one to beg, but... I can't. I know how you feel about her, but she's just one officer. We're going to lose the entire rebellion if you don't help us. Itt vannak a klónok. Kurva szádat! Dugolj már meg! Kurva anyádat, most már takarodj, hogy fogyjál már el! Baszki. Gyere szépen papához. Thank you.
Jó van, köszönöm szépen, jó éjszakát, akkor majd megbeszéljük, hogy akkor a hétvégén melyik nap izé bepótoljuk a Forzát. Akkor holnap Minecraftozunk. Csácsa! Holnap írok, hogy mikor leszek. Husztin, nehogyan tovább! Itt ezzel könnyebb. Szeretek ilyenekre ugrálgatni. Gyerünk! Nagy menet, hogy valaki eltalálni. Kis köcsög. Nem szigyeled magad. Bassza meg! Előről a kurva szádat! Ne bazd már meg, hogy ne... Nem tudok felugrani rád a kurva anyádat!
De a kurva anyádat, amikor kicentiszted, bazd meg, hogy 2 centit kellett volna arrébb vinni, nem bazd meg, vigyük arrébb a 2 centit. Hát hadd szopjon vele a paraszt, hát igaza van. Ne már bazd meg! A kurva anyád! Hát bazd meg! És előről kell kezdeni! Az igen, Getz! Az igen! Checkpoint rendszer, mi? Gratulálok! Basz meg! Basz meg! Azt a kurva anyját! Ezért ez komoly volt, Getz. És megcsináljuk, hogy ne tudjál leesni. Speak! What have you done to her?
taken her! Jó, kezdődik. Ezek kicsodák? Ez a hangom emlékeztet. Ah, most az emlékek jönnek fel neki. Aha, szóval ő nem Jedi. De akkor hogy tudja használni az erőt? Na gyere, főci! Being a Jedi, so be it. One of many. We
die directly. De mi a faszért kell ugrálgatni? Thank you.
always be a slave. Kill him. Kezd nagyon izgalmas lenne a sztori vége. Nagyon-nagyon izgalmas. A mester. Execute the rebel leaders. If you fail, she dies. No. Akkor Choice meghalt. Get away there!
Hoppa! Komolyan, srác. Kapja szegény. You've taken everything from me. Your feelings for her are not real. They are real to me. Wait. Want him dead as much as I do. Yes, but not yet. Not until he's told us the Empire's secrets. You want to take him prisoner? To a hidden rebel base where we can interrogate him. Put him on trial for crimes against the true Republic. And then we'll execute him. To show the galaxy that we don't need to fear him any longer. Who knows if Starkiller really survived? He can't tell you if he's dead. Strike me down. Ki a tök? I lied when I told you that the cloning process had not been perfected. Azt a kurva! Reaches of the galaxy. Find the last of the rebels and destroy them. As you wish. Azt a kurva. Ki gondolta volna, hogy ez lesz a vége, vágott, hogy egy klón, egy izé, nem is egy ember vagy, egy rendes klón, de akkor hogy tudja az erőt használni, bazd? Azt a kurva.
És megvariálták, és megcsinálták. Persze, hogy a sötét oldalt választottuk, hát a izébe is, az első részben is a sötét oldalt választottuk, amikor lehetett választani, ugye megmentjük izé Kotát, vagy izé legyőzzük Vader. Tehát ott ugye akkor már alapból Vader legyőzése volt a cél. Azt a kurva, hát erre nehéz szavakat találni. Egy kurva jó játékról beszélünk, egy nagyon jó játék, majd az első részben figyáztam játék, majd tökéletes, nagyon jó a sztori, nagyon jó a hangulat, nagyon jók a karakterek, de hát ugye azok meg vannak írva. Nagyon jó volt minden, csak kurva rövid volt. A másik sokkal hosszabb volt, ez kurva rövid volt. Meg valahogy egy-két dolog nem volt az ide. Érted, ekkora csavart a végére, egy kibaszott kolón az egész. Starkiller, azt a kurva. De akkor most Juno igazi volt? Akkor Kota mindig jól mondta hozzá, hogy csak egy üres test, egy bátog valami. Nincs, bazzag is megcsináltak. Hát a két játék mindenkinek azt mondom, most 500 forinttel meg lehet venni a... mindig, amikor Xboxon van akció, 500 forint, 1000 forint. De hogyha még 2000 forint, és akkor is azt mondom, megéri a két játék, beletolsz egy 7-8 órát, kimaxolod, max 20 órát beletolsz a két game összesen. Nagyon jó a hangulat, nagyon jó a sztorit, le a kalappal előttük. Ugye a második részre játszottam többet, de én nem emlékeztem a végére, hogy mi van, meg hogy van. Az elsővel abszolút nem játszottam. De ez a második. Mondom, nem jutok szóhoz. Én tényleg azt hittem, hogy ezért valami köze van hozzá, hogy ő tényleg ember, nem amit kitalált, meg így, meg amúgy. És egy klón vágod? De klónként akkor hogy tudja használni az életet? Akkor csak ember, nem robot, hanem rendes klón, csak akkor klónként hogy képes használni az életet? Hogy járja át az erő, hogy tudja használni? Mert oké, fénykard, az bárki ugye meg tudott fénykardozni, akkor hogy járja át az erő? Úgyhogy wow! Ugye még Star Wars szigigátusban van nekünk egy... tököm tudja már milyen cuccos, valami rohamosztagos cuccos van ott, azt kell megcsinálni. Battlefront 2-nek a sztoriát is végig akarnám minni, kurvára izgat, hogy ott is mit tudtak művelni a srácok. Bár hát azért olyan nagy duradásra nem kell számítani. Mondom, a játék 500 forintért egész hétvégét elszarokozol valami, mit tudom én hány órát. Annyit figyelj, bőven megér. És ez ugye Xboxon játszható visszafelé kompatibilitásba vágolt, és simán benne van 500 forintért akciós, hanem úgy 1000 forint vagy mennyi, hogyha nincsen akcióba. Szerintem ez egy kihagyatlan cím, ez nagyon ott van. Az első részét elmegy. Ott mondom az irányítás, ott egy-kettő cucc nem az igazi. És nézzük, nem tudtuk Vadert legyőzni. Hát csak azért se. Úgyhogy ja, alakul, figyeld, januárban most a végigjátszásaink nagy részét azért ügyesen megcsináltuk, most bárki bármit letoltunk és Spongebobot letoltunk 200, az 3 végigjátszás, érted? Hello, szia, egy hónap alatt azért, na. Úgyhogy mondom, ráfekszünk ezekre a végigjátszásokra. Sokan annak idén, amikor, tehát tényleg akkor még kis pisis voltam, amikor ez a játék kijött, rengetegen fikázták a játékot, hogy kitolták egy
4 óra alatt a sztorit, mint ahogy mi is. Beletöltek még 5-6 órát, és fizettek érte 15-20 ezreket. Teljes áru játékként. Én nem tudom meg hányan voltak felháborodva. Nagyon sok iskolai osztálytársam volt az, aki a 360-asa volt, meg leszart a gecibe, elvitte ki kicsüppeltetni, RGH, azt csókolom. És mondta, hogy soha többet nem küld játékra. 500 forintért meg ajándék az a játék. Figyelj, 4 óra, beletősz még 2-t. Jó, mondjuk azt, hogy 3-at, mert tényleg kimaxolod, és akkor 7 óra, és akkor csókolom, és megcsinálod az utolsó pályát még egyszer, hogy akkor mi van a sztori legvégén, mi van, hogyha a jó oldalt választod. Hát ugye, direkt azért szitek az, hogy valahogy közelebb állnak hozzám, meg valahogy Darth Vader profi jobban illik hozzám. Jedi Academy Program. Dick. Sinus, nézd meg, ugyanezt mondom a Cyberpunknál, és nézd meg, mennyi ember dolgozik egy játékon, és ez is egy kis játék, ez mint a Tomb Raidernél is volt, az 2013-as Tomb Raidernél jött, és fú, rengeteg ment a credit block, hogy azt a kurva. És igen, ezt elmondom 66-odjára, és igen, ez azért megy le, mert én ezzel a játék készítettem, hogy megtisztelem, hogy végig vittem. Singapore Tanks, azt a kurva. 2009. 13 éves játék. Rakitman. Azt a kurva. A másikban nem volt ilyen személyes üzenetek. Nem mondom, mix a másik a credit blokkjába ilyet. Hát igen, dolgoztak a játékon. Children of the Force. Sarah Kuchuma. Veszek, hogyha nem itt is külön megköszönik Lukásznak. Very special.
Camino. Kato. Három részre van szedve. A Dagobában csak egy van. Na, nagyon szépen köszönöm mindenkinek, hogy itt voltatok ezen a végigjátszáson. Találkozunk legközelebb. Csá-csá!